Hogy állunk Velszel? Velsz koronája a legszebb békessége. Boldogan él? Szeret engem? Nem panaszkodnak. Úgy döntöttem, ellátogatok Velszbe. Hívd fel Monti, estére ott leszek. Rendben, uram. Monti, baj van? Mi baj lehet? A király oda megy. Ne... De, azt mondta, minden oké nálatok. Hát annyira nem kiutott a fél lakosságon. Ki? Nem kell sokra gondolni, csak egy kis lakoma meg zene. A bárdok nagyon hozzám a szájukat. 500-an vannak, csak találsz valakit, aki nem pipa. Jó, körülnézek. Vadat és halac, mi jó falat, szemszájnak ingere, sürgő csoport, 100 szolga volt, hogy nézni. Nagyon finom ez a takó. Igazi velszi specialitás. Hát a zenével mi lesz? Ó, mindjárt kapcsolom. Nem, én bárdokat akarok hallgatni. Igazi velszi bárdokat. A bárdokat mindjárt hívom. Tamás, mit hoztál ma nekünk? Fegyvercsörök, halókörök. A nap vértóba száll, vérszagra gyűl az éjj vad. Te tetted ezt, király! Tamás, a velszi lét itt neked véget ért. József, mivel készültél ma nekünk? Ne szűj rabot, te szűz, anya, ne szoptass csecsemőt. Elfúj csatában a derék, no halld meg Eduárd, nevet ki tisztsele ejteni, nem él, oly velszi bárd. Négy átkozott. Vannak még? 500-an voltak, most mind halott. Helyes! Megérdemlik! Visszamegyek Londonban! Egyikük sem egy Tom Jones! Mi ez a hangzavar? Nem tudom! Honnan jön? Ki? Mindjárt kinézik az ablakon. Na! Mondd már! Nincsen itt sem! Felkötöttem a Lord Majort. Már tegnap felkötötte, uram. Nem bírom, nagyon hangosan. Hol van? Montgomery. Mit adsz elő, Eduard? Én... nem, hát... Mivel készültél? Nem, én... Te tetted ezt, király.